Sziasztok! Ismét itt vagyunk az Atomenergetikai Múzeumban, és folytatjuk a gyerekjátékokkal való fizikázást. Ugyanis a gyerekszoba rengeteg lehetőséget rejt ahhoz, hogy kicsit tanulmányozunk különböző fizikai jelenségeket. Itt van mindjárt a mágnes, talán ismeritek ezt a játékot, és elég jól meg lehet vizsgálni azt, hogy is viselkednek ezek a mágnesek. Egyrészt megnézheted azt, hogy hogyan viselkedik akkor a mágnes, hogyha megfelelő pólussal találkoznak. Ugye, hogyha ellentétes pólusokkal találkoznak, akkor nagyon jól vonzzák egymást. Ellenben, hogyha azonos pólussal közelítjük a mágneseket egymáshoz, akkor pedig a taszítást fogjuk megtapasztalni. Másik érdekesség, hogyha azt akarjuk vizsgálni, hogy hogyan viselkednek a mágnesek, és a mágneses teret akarjuk vizsgálni, akkor megnézhetjük azt, hogy mi van akkor, hogyha a mágnes közepéhez közelítjük a másikat. Tehát most megnézitek, akkor ugye egy kis vonzást tapasztalunk, de hogyha mind a kettőnek a közepe találkozik, akkor az látható, hogy gyakorlatilag nem történik semmi, tehát a mágnesek a közepüknél lesznek a leggyengébbek, a két pólusnál pedig a legerősebbek. És hát természetesen meg kell említeni azt is, hogy a vasat és a vastartalmú anyagokat is vonzza a mágnes, tehát hogyha megnézitek, akkor gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy melyik pólust használjuk, melyik pólussal közelítünk, szépen vonzani fogja. És hát van itt egy golyó, amit sikerült jó helyen megállítani, ott pedig, hogyha a mágnes a közepénél közelítjük, akkor azt látjátok, hogy nem történik semmi, de ha elfordítom, akkor pedig ugyanúgy a vonzást fogjuk tapasztalni. Úgyhogy nézzetek körül a gyerekszobában, kicsit játszatok, ismerjétek meg akár a mágnesek világát, és kövessetek minket a Facebookon, illetve a YouTube-on. Sziasztok!